Én egyrészt nagy Pécs rajongó vagyok, mint 30 éve, amióta így nyíladozik a szemem, és jártam Budapesten kívül bárhol. Én nagy Pécs rajongó vagyok, itt mindig nagyon jó volt a társaság, én mindig itt ragadtam házi bulizni, itt mindig az összes kiállítást, az összes kocsmát is bevallom őszintén végigjártuk, és ez egy jó hely Pécs. Na most viszont nagy szívfájdalmam, hogy a 80-as években rendszeresen jártunk ide turnézni a Kártágóval, aztán megszűnt az egész. Én azóta aztán csináltam zenekart, a Dirty Blues Bandet, 17 éve csinálom, azzal is alig-alig, tehát ilyen, mintha meghalt volna a város. Ezen én segítettem, nem vagyok hosszú, ezen én segítettem azzal, hogy összejöttem egy pécsi lányjal, és megnősültem, pécsi lányt vettem feleségül, úgyhogy én amúgy is járok Pécsre, de koncertek most meg kezd besűrűsödni, úgyhogy lehet, hogy megint jön valami jó idő, mert eddig volt egy olyan 10 év kihagyás. Volt egy ilyen, nekem ilyen aranykor, így a 80-as évek közepén, aztán a 90-es évek halál, ilyen nem tudom milyen halál, és most megint ilyen ébredezés, nem tudom. Biztos benne van a politika is, ilyen mindenki arra számított, hogy hihetetlen freedom lesz, aztán nem lett freedom, hanem csak ilyen köpködés. Talál helyre, nem tudom. Szóval az az igazság, hogy az kétségtelen, hogy talán akkor így szétválasztanám a szocira, tehát amikor Kádár rendszer volt, meg a Kádár rendszerben nagyobb sztár voltam, viszont rosszabbul kerestem. Most kisebb sztár vagyok, viszont legalább rendesen keresek végre, mármint pénzt. Igaz, hogy most már családos is ember is vagyok, akkor marhára nem érdekelt, hogy keresek-e pénzt, most meg már azért kell lakás, gyerek, kocsit, azt utálom, de majd ha lesz hozzá sofőr, de mit, a gyereket el kell tartani, meg nyilván az ember felelősebben áll a dologhoz. Ennyi a különbség, viszont a rock and roll-t szeretem továbbra is. Na igen, és mindezekhez képest a Kártágó milyen üzenetet közvetít ma? Én nem tudom, a Kártágó nem egy üzengetős zenekar. A blues bandám inkább üzengetős, tehát ott a Kártágó inkább zene, tehát mi zenélni szeretünk, nem mondom, hogy buta szövegekkel, mert nem buták a szövegek, de a szövegek olyan jó kis közép, tehát nem vagyunk, a KFT-nek jobbak szerintem a szövegei, mi olyan kicsit rockos, olyan didaktikus rockos szövegekkel, és nagyon jó zene, tehát mi inkább zenészek vagyunk a Kártágóban. Én nagy ideológus vagyok, de azt meghagyom a Dirty Blues Bandbe az ideológiai mondani valókat. A Kártágó az inkább a zenére koncentrál, gitárszólók, dob, nagy terpesz és energiák. Utolsó kérdés, vannak a fiatalok is, mert követik a fiatalok a Kártágót? Fiatalodik a közönség? Abszolút. Tehát ez nagyon érdekes, hogy mi mindig azt várjuk, hogy nagy tömegbe jönnek az öregek. Jönnek öregek is egyébként, de azok már, hát én már nem járok koncertekre, meg minden, és rendesen fiatalok vannak itt. Tehát rocker fiatalok jönnek, meg van egy olyan korosztály, akik a babákat hozzák. Nagyon vicces egyébként, ilyen 40 körüli korosztály, akik viszont hozzák a babájukat, és ha nincs túl későn a koncert.